Elindultam szép hazámból. Ünnepség Tuzséron. A településen Lónyai Menyhért szobrának avatására gyűltek össze a helyiek és a meghívottak. A falu, a református egyház és a lónyaiak élete évszázadokon keresztül összefonódott. A községben a család kastélyt is építtetett, a most elkészült szobor pedig az épület közelében kapott helyet. A település polgármestere elmondta, a köztéri alkotás avatása méltó lezárása annak a programsorozatnak, amely 2022-ben Lónyai születésének 200. évfordulóján indult. Pénzügyminisztérium felé olyan kérelmünk volt, mivel híres személyisége volt a minisztériumnak pénzügyminiszterként, hogy egy egész alakos Lónyai Menyhért szobrot állíthassunk fel. A település Lónyai kastélyától néhány méterre egy olyan ingatlanon, amin egyébként szintén egy romos épület volt megtalálható, és a Lónyai emlékévnek köszönhetően meg tudtuk vásárolni ezt az ingatlant, és Lónyai Parknak tudtuk elnevezni, és itt került felállításra a mostani szobor. Az ünnepségre több lónyai leszármazottat is meghívtak. A nagyanyám volt lónyai lány, és nagyon örültem annak, hogy egy ilyen felemelő és szép emlékévet, ami 2 évig tartott az emlékévet, szervezett a tuzséri önkormányzat, és megtisztelt engem is, hogy vegyek részt, a legtöbb rendezvényen ott voltam. Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke kiemelte, a politikus a kiegyezés után számos fontos posztot töltött be. Pénzügyminiszterből az ország első számú embere lett. Lónyai Menyhért nem csak szűkebb hazájáért, hanem az ország felemelkedéséért is sokat tett. Minden szoborállítás ünnepi és emelkedett pillanat, de különösképpen Lónyai Menyhért szobra, hiszen igazán a település sajátjának, illetve a mai Szabolcs-Szatmár vármegyei sajátjának érezheti az ő államférfi nagyságát. A megyeház előtt már évtizedek óta áll az ő mellszobra. A térség számos településének történetéhez kötődnek a lónyaiak. A család legismertebb tagja pedig politikai pályáján túl több területen alkotott maradandót, Lónyai Menyhért nevéhez köthető a Tisza szabályozása is térségünkben. Miután visszatér az emigrációból, mikor kegyelmet kap a 48-49-es forradalmi szabadságharc után, akkor kényszerlakhelyért jelölik ki Tuzsért, de annyira jól érzi magát itt a gróf, hogy utána a központi székhely is ezen a településen lesz. A lónyai tér kialakításához és a szobor megalkotásához a pénzügyminisztérium 32 millió forintos támogatást nyújtott az önkormányzatnak, emellett a Magyar Falu programban nyert forrás is segítette a beruházást. Én is szeretnék köszönetet mondani országgyűlési képviselő úrnak, polgármester úrnak, a közalapítványnak, a szobor megalkotójának és a község valamennyi lakójának, akik segítettek abban, hogy ez a szobor létrejöhetett, és ezzel méltó lezárást adott a lónyai 200 emlékévnek. Az élethű, egész alakos bronzszobor megalkotásában Borbás Márton szobrászművészt korabeli litográfiás eljárással készült képek segítették.